Sziasztok! Ebben a részben el szeretném mondani nektek, hogy én hogyan készülök fel a prezentációkra, milyen kutatásokat végzek, valamint mi az a mentális felkészülés ahhoz, hogy a legjobb formámat tudjam hozni. Kezdjük is el! A legfontosabb az, hogy a téma, amiből előadunk, arra legyen egy olyan rálátásunk, hogy tudjuk, hogy hogy induljunk neki, mik azok a keresőszavak, amiket beírunk a Google-be, és hogy hozzuk létre. Mielőtt ezt megtesszük, mindenféleképpen döntsük el, hogy mi az a fő üzenet, vagy annak a területe, amit mi át szeretnénk adni. Ugyanis, hogyha ez az egy fő húzópont nincsen meg, akkor nincs is értelme igazából belekezdeni, hiszen csak össze-vissza kutatgatunk, olyan, mintha valami iránt érdeklődnénk. És erre egy nagyon jó taktika a message board. A message board egy bullet pointos rendszernek a része, amit én imádok. Igazából úgy kell elképzelni, mint egy fa struktúra, ezt be fogom rakni ide a képernyőre, és igazából az van, hogy ott van a főüzenet, és keresünk a főüzenethez 3 vagy 4 olyan alátámasztó pontot, ami ezt igazolja. Majd, amikor megvannak ezek a pontok, attól függően ugye, hogy mennyi időnk van, menjünk még egy mélységgel beljebb, és abban a mélységben is az alátámasztó pontoknak az alátámasztó pontjait is hozzuk létre, így tudjuk azt, hogyha mondjuk van 10 másodpercünk pitchelni, akkor ott van a főüzenet, amit át szeretnénk adni, hogyha van fél percünk, 1 percünk, akkor csak elmondjuk a első alátámasztó pontokat. Ha meg van mondjuk egy 20 percünk, fél óránk, hogy valamit kifejtsünk, akkor mindegyik pontba belemehetünk. Na de mik is legyenek ebbe a pontba? A pontok azok lehetnek történetek, lehetnek statisztikai adatok, vagy valamiért relevánsan info, amiért az üzenet, amit át szeretnénk adni, azoknak működnie kell. És ugye ennek a működésnek pont az a lényege, hogy annyi mélységet mehetünk be, amennyire időnk vagy kedvünk engedi. Ez az alap, ahogy én elkezdem megcsinálni a prezentációt, most viszont van egy repülőgép, amit nagyon gyorsan el kell, hogy érjek, és az irodából szeretném majd folytatni, hogy hogyan megy a kutatás, és hogyan rakom össze a prezentációt. Induljunk el! Mennyire szép minden. Ah, imádom meg ez a levegő. Ulteriore quello possibile ora trovata grazie e arrivederci. Vi ricordo inoltre che i bagagli etichettati verranno ripresi all'interno del porto sul nastro bagagli. Ancora una volta grazie, arrivederci e buona giornata. Meg is érkeztünk, de most van még pár dolog, amit meg kell csinálnom, úgyhogy szerintem egy másiknak fogom folytatni. Na, hát itt is van a folytatás, és eléggé durván beleástam magamat. Viszont nem szeretném, hogy ez egy nagyon hosszú videó legyen. Megcsináltam egy külön részt, ahol nekem benne van az, hogy kattant át bennem ez az egész prezentálás. Viszont ahhoz fel kell, hogy legyél iratkozva, kommentelj nekem egyet, és privátba fogom elküldeni neked. Most pedig mutatok néhány trükköt arra, hogy hogyan is raktam össze a pontos prezentációt, de csak röviden. Előkészültem egy meetingen, ahol egy konkrét prezentációról van szó, átbeszéltük, és az az érdekes, hogy nem egyedül tartom, hanem egy előadó társam van, és a kiinduló pontból elkezdtünk gondolkozni, beszélgetni, és csináltunk bullet pointokat, és ebből már egy prezi alap össze is jött. Nézzük meg, hogy készül el. Most pedig azt szeretném megmutatni, hogy indulok neki a egész elkészítésnek. Látjátok azt, hogy az első bullet pointra írtam fel a nagy diára ugyanazt, igazából egy copy-paste, és a másodikon is ez látszik, ez pedig egy magic move-val, mint itt látjátok, fogom átvinni, ezért az alsó bullet pointok majd úgy fognak megjelenni, hogy ez egy átmenettel megy, a keynote-ban is van ilyen, már a powerpoint-ban is, és szerintem ez egy nagyon jó animáció. Következőben szeretném megmutatni, amikor keresek valamit. Itt konkrétan eszembe jutott, hogy egy ilyen Venn diagramot fogok csinálni. Egy másik prezentációból átraktam, mert ott már megvolt, és csak nyilván átírom, illetve méretre szabom ugyanerre a diára. Ez is ugye a 3 bullet pointban nekem megvolt a jegyzetembe, de vizuálisan úgy érzem, hogy itt jobban meg tudom mutatni. Kicsit formázni kell, kisebbre rakni, utána a baloldali szöveget is hozzáigazítani, és kész, meg is van a dia. Most pedig kopiztam egy másik diát, és egy picit más dizájnba rakom, más effektbe, és itt egy nagyon erős üzenetet szeretnék átadni, ezért a piros szín bejön, és van ez az Anvil nevű
effekt, amivel majd látni fogjátok, hogy itt leesik egy súlyt tudok adni neki, és ugyanúgy máshonnan átkopiztam egy szöveget, hozzáillesztem az animációt, hogy együtt jelenje meg, és látjátok a robbanást, illetve kijön hozzá a szöveg. Az utolsó, amit meg szeretnék mutatni nektek, hogy hogyan keresünk képet. Itt van ez az Unsplash nevű oldal, gyönyörű, zseniális képek vannak, és kérlek, soha ne használjatok stock fotókat. Látjátok itt is most a kapu szó az, ami engem megfogott ebben a diába. Be is teszem megfelelő méretben a háttérbe a képet. Az előtte lévő színes, igazából az egy téglalap, az átlátszóságát állítom, és látjátok is, hogy hogy néz ki, picikét meg variáltam, és nagyjából így megyek végig az egész prezentáció elkészítésén is, és itt is fogok használni Magic Move-ot, látjátok, hogy a kapu az egy animációban át is megy. És ezzel el is reppeltem nektek a dolgot. Nincs más dolgotok, mint feliratkozni, ez nagyon fontos, mert a másik anyag is erős, remélem ez is tetszett. Hogyha van bármi kérdésetek, vagy hogyha úgy gondoljátok, hogy nincsenek értelme, azt is írjátok meg, most iratkozzatok fel, toljatok egy kommentet, és megadom nektek privátba a linket. Mindenféleképpen adjátok meg vagy az Instagram neveteket, vagy pedig az e-mail címeteket, hogy fel tudjam venni veletek a kapcsolatot. Remélem értéket adott nektek ez a kisebb, rövidebb formátum. Sziasztok!